Híres város kövén voltam vérbe fagyva, magyar fiú fekszik, zokog édesanyja, mint egykor a szent szűz fakereszt tövében, úgy tartja holt fiát könnyek között örében. Emlékezz most rá, gyújts egy gyertyát, magyar, lehet, hogy a sírhang holnap téged takar. Délután 3 körül indultunk el édesapámmal és a hugommal, Zsófival az ismerőseinkhez. Édesapám vezette az autót. Mi a hugommal hátul ültünk. Egyszer csak arra figyeltem fel, hogy valami nekiütődött a kocsinak. Apu kiáltott egyet, és azonnal megállt. Nem mentünk gyorsan. Néhány pillanat múlva láttam, hogy sietve jön két férfi a jobb oldalon álló házak irányából. Az egyikük azonnal beütötte a kezével a kocsi jobb első ajtajának az üvegét. Az egyik férfi nagy erővel kinyitotta az ajtót, benyúlt a kocsiba, és megragadta apukám karját, és húzta ki a kocsiból. A férfi kiabált és fenyegette, hogy meg fogunk ölni. Apukám ekkor megijedt és a gázra lépett, de nem tudott elindulni, mert a másik férfi, aki a motorháztető mellett állt, a kezével beütötte a kocsi szélvédőjét. Ekkor már nagyon sokan jöttek oda a kocsihoz férfiak, nők, gyerekek vegyesen. Ők azonban csak megálltak a kocsi mögött. Ekkor apukámat kirántották a kocsiból, azonnal földre esett. Erre elkezdték rugdosni és ököllel ütötték. Elkezdtem kérlelni őket, hogy ne bántsák apukámat, de nem hallgattak rám, és láttam, hogy a fejét rugdossák. Azt nem tudom, hogy hányan ütötték, rugták apukámat, mert szinte oda sem mertem nézni, csak lábakat láttam. Ekkor jött oda egy cigánysrác, és kiabált, hogy fejezzem be, mert engem is megvernek a hugommal együtt, és megerőszakolnak. Kis idő múlva odament hozzájuk egy idősebb cigány férfi, és mondta nekik, hogy hagyják abba, mert meg fogják ölni. Ő odaállt közéjük és apukám közé, és nem engedte, hogy a férfiak visszamenjenek és hozzáférjenek apukámhoz. Ekkor én a hugommal kiszálltam a kocsiból, és odamentem apukámhoz, aki az úton feküdt. Apukám még lélegzett, össze-vissza volt verve, és a száján vér jött ki. Ekkor szóltam, hogy valaki segítsen, hívjanak mentőt, de senki nem segítették, és ekkor a hugommal elkezdtünk szaladni Vámosló falu irányába. Kb. 20 méterre szembe találkoztunk egy sötét színű autóval, amiben kb. 30 év körül nő ült. Ő hívta fel a telefonján a mentőket. Ekkor oda ment hozzá egy nagy darab cigányra, és mondta, hogy ne segítsen, mert neki is baja lesz. Ekkor a nő a telefonját ideadta nekem, és így tudtam felhívni. Két férfi, aki a kocsihoz jött a legelején, 20 éves lehetett, de a pontos korukat nem tudom megmondani. Mindketten körülbelül 170 cm magasak voltak, mindketten cigányok és fekete hajúak. A hajuk rövid volt, de az egyiküknek a haja a fejét. Mindenkinek? Kedics Ferenc vagyok, a Magyarországi Mozgalom 17. kerületi alapszervezetének elnöke, amelynek nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, külön köszöntöm a Magyar Nemzeti Gárda megjelent szakaszát. A cigány bűnözők áldozatainak emlékére kérem, közösen mondjuk el egy imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, akiket mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mikrofonhoz szólítom Szilágyi Györgyöt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 17. kerületi országgyűlési képviselőjét.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Emlékezni jöttünk össze, emlékezni Szögi Lajos tanár úr tragédiájára és a többi áldozatra, akik a Magyarországon uralkodó cigánybűnözés áldozatai. A tanár úr azon a végzetes napon kiszállt az autóból, mert segíteni akart. Mert nem ő volt a hibás, és úgy gondolta, hogy nincs mitől félnie. Mert az az erkölcs, amiben felnőtt, az az erkölcs, amit iskolások ezreinek tanított, az diktálta számára, hogy segítsen. Kiszállt, és szembe találta magát a sötétséggel, az állati horda vérszomjával, az értékrend nélküli állatok erkölcstelenségével. Abban a tragédiában, akkor ott meghalt a közbiztonság. Akkor eszméltek rá sokan, hogy ez így nem mehet tovább, akkor ébredt fel a magyarság nagy részének az immunrendszere, akkor értették meg az emberek, hogy változásokra van szükség, különben valamennyien elveszünk. Persze gondolhatjuk azt, hogy ezek csak szavak, és semmi nem változott az elmúlt 5 évben, mert Szögi Lajos halála óta is tombol a sötétség, az a sötétség, ami a tanár úr halálát is okozta. Valóban, ez az értékrend nélküli horda azóta is ezer számra szedi áldozatait. Gyilkol, rabol és családokat tesz tönkre. Elég csak a legutóbbi esetet említeni, amikor egy 81 éves néni, aki szintén segített és gyümölcsöt adott 2 13 éves fiúnak, a segítségét járó fizetésként a sötétség erőjéhez tartozó eme 2 10 példány a saját portáján agyba fővel. Csak az isteni gondviselésen múlt, hogy nem halt meg. Gondolhatjuk úgy, hogy nem változott semmi, hiszen az országnak még mindig vannak olyan részei, ahol sötétedés után nem mernek kimenni az emberek az utcára, sőt még a saját udvarukra sem. Bezárják az ajtókat, lehúzzák a redőnyöket, és rettegve várják, hogy végre felvirradjon a hajnal, és megjelenjen a fény, ami elűzi a sötétséget. Gondolhatjuk így, én mégis azt mondom, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt 5 évben. Magyarország felett a hajnal első fénysugarai egyre több helyen törik át a sötétség vastagnak és legyőzhetetlennek itt falát. Ezeknek a fénysugaraknak az eredménye a Magyar Gárda, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, vagy a kerületben a Vitéz Prónai Pál Nemzeti Egyetemes. Akiket ugyan folyamatosan üldöz a regnáló Fidesz kormány rendőrsége, elég csak arra emlékeztetne mindenkit, hogy az itt látható kopjapa felállításánál tartott ünnepség után 640 ezer forintra büntették összesen azokat a gárdistákat, akik akkor részt vettek a megemlékezésen. Tehát folyamatosan üldöz, és a regnáló Fidesz kormány rendőrség, és megpróbálják ellehetetleníteni a működésüket. Ők mégis dacolva az üldöztetéssel, számos magyarországi településen értek el valódi változásokat, közbiztonság és az összefogás terén. Ezeknek a fénysugaraknak az eredménye, hogy Tiszavasvári van és Gyöngyöspatán, a jobbikos polgármestereknek köszönhetően valódi változások vannak. Ezeken a településeken már a normálisan élők élvezik az előnyöket, az ő érdekükben történnek változások, és valódi védelmet kapnak a bűnözőkkel szemben. Ezeknek a fénysugaraknak az eredménye, hogy a Jobbik a Magyarországgyűlésben küzdhet a magyar érdekekért, és nyújt olyan törvényjavaslatokat, mint például a büntetettőség korhatár 12 évre csökkenése, hogy az ilyen 13 éves elmetevű bűnözők ne úszhassák meg a felelősségre vonást, és hogy az országban ne legyenek olyan családok, akik a gyerekeiket küldik el lopni vagy rabolni, csak azért, mert ők nem büntethetők. Vagy ilyen az élet és tulajdon védelméhez kapcsolódó jobbikos törvényjavaslat, amelynek értelmében mindenki megvédhetné a maga és családtagjai életét, tulajdonát, birtokát, és a jövőben nem kellene mérlegelni, hogy milyen mértékben és milyen eszközzel védekezzünk a bűnözőkkel, a rablókkal és a gyilkosokkal szemben. Igaz, hogy a fideszes képviselők közösen az MSZP-vel sorra leszavazzák ezeket a törvényjavaslatokat, de eljön az idő, amikor a Jobbik fogja irányítani Magyarországot, és akkor ezek a törvények is elfogadásra kerülnek. Küzdhetnek az igazság ellen, de már nincs visszaút. Nincs az az Orbán Viktor, nincs az a Gyurcsány Ferenc, nincs az az idegen érdekeket szolgáló politikai hatalom, még akkor sincs, ha a Fidesz és az MSZP nem csak úgy, mint napjainkban a háttérben, hanem nyíltan is összefog, tehát nincs az a hatalom, ami megállíthatná a változásokat. A fénysugarak sokaságában álló világosság egyre jobban beragyogja Magyarországot. És hogy kik ezek a fénysugarak, akik az előbb felsorolt változásokat eredményezték, és akik ennél is sokkal nagyobb változásokat fognak elhozni? Ti vagytok, akik most eljöttetek emlékezni.
ti vagytok, akik több százezer társatokkal együtt felébredtetek, és nap mint nap küzdötök a magyarság megmaradásáért. Ti vagytok, akik munkátokkal egyre több embert ébresztetek rá az igazságra, és ezzel tesztek szabaddá, mert az igazság szabaddá tesz. Ti vagytok a fénysugarak, akik el fogjátok hozni a hajnalt, a szebb jövőt és a valódi változást Magyarország életében. A katolikus liturgia talán legszebb mondata az, amikor a végén a pap azt mondja a híveknek: küldetésetek van, menjetek Isten hírével. Számomra ez az egy mondat fejezi ki a legjobban az igazi jézusi tanítást, a hit alapját. Felébredtél, te már tudod az igazságot, de kötelességed úgy élni, úgy cselekedni, hogy méltó légy ehhez a közösséghez tartozni, és kötelességed másokkal is megismertetni az igazságot. Ezért én is ezzel a mondattal szeretném zárni a beszédemet. Kötelességetek van, menjetek Isten és az igazság hírével, hát adjon az Isten! Szép jövő!